Egész úton azon imádkoztam, hogy a Péter cserélje fel az évszámokat. És engem mutasson be, mint 25 éves, csak ebben szépnek. És az egy nagyon nagy cél, hogy megszabadítsuk attól a polgármestertől ezt a kerületet, aki bizony nem tudom, hallották, hogy mit csinált az elmúlt időszakban. Amikor én az RTL klubban megláttam, hát majdnem leestem már megint arról a székről. Mondtam az uramnak, de Ádám, tekerd vissza, mert nem hallom, mit mond a polgármester. Azt mondja, hol van számla, hol nincs számla. Hol van számla, hol nincs számla. Hát kérem, hogy mondhat ilyet egy polgármester? Hogy lehet blog alapján elszámoltatni közpénzt? És tudják, mi a legfájóbb? Hogy a mai napig nem jött ki az ülőjünk 400 alá, az önkormányzat elé, az állami számvevőszék a készenléti rendőrséggel, hogy megvizsgálják ezt a nyílt törvénysértést. Itt csak civileket tudnak pár 10 000 forintért megzárni? Úgy látszik, hogy igen. A mai nap csúcshíre az, hogy nem csak tönkre mennek a járdák Pesszentimnél, ma már az autók is beszakadnak olyan szinten, hogy tűzoltónak kellett kivonszolnia az Ady Endre utcában egy nem is túlságosan méretes mikrobuszt, tulajdonos legnagyobb örömére. És tudják, ez az a baj, hogy kihúzták a mikrobuszt, arra mentek a tűzoltók 20 métert, és ott meg a tűzoltó alatt szakadt be, csőződéses okozva az egész. Úgyhogy jelen pillanatban nem tudjuk, hogy Pesszentimnél mi van. Most már lassan ilyen mindenki imádkozni fog, hogy csak nehogy valami nagyobb eső legyen. Szerintem a fideszes kollégák is imádkoznak ezért, mert akkor gumicsónakot kell kiutalni, meg gumicsizmát lassan, olyan állapotok vannak a felcsúti polgármester barbárkodása után. Mi azt mondjuk, hogy ez nem lehet így, és azt mondjuk, hogy ha polgármester leszek, akkor az első ténykedésem egyike az lesz, hogy be fogom Mészáros Lőrincet perelni a útjaiban és a járdáiban okozott károk miatt. Én azt hiszem, nem szabad attól megijedni, hogy a Fidesz fenyeget bennünket. Fenyegeti a képviselőjelöltjeinket, fenyegeti a polgármestereket, és fenyegeti a lakosokat. Hogyha ti már váltani mertek, akkor majd elvonom a forrásokat. Fenyeget bennünket. Nem szabad felülni a Fidesz fenyegetésének, mert ez az elbizonytalanítás a legnagyobb fegyvere. Szomorú vagyok. Az az igazság, hogy annál szomorú vagyok, minél több évet dolgoztam együtt, nem a kerületben, de budapesti szinten Mester Lacival. És úgy gondolom, hogy nem a múltját kell megtagadnunk, hanem a jelenét. De, ha az elvált házastárs elkezdi rábbadni a gyereket, akkor az ember az én szólja. Itt most ez történik. A gyerek egy kerület jövője. És noha nem fogjuk befeketíteni és szívni azokat az éveket, amelyeket önökkel, a itt ülők nagy részével közösen dolgozott végig Laci, a gyereket nem hagyjuk. Azt nem hagyjuk, hogy valakinek a ilyen vagy olyan okú megtévedése, az ítélő képessége, elvesztése, mert nem tudom ezt most mással magyarázni, az azt a bizonyos gyereket, egy dolgos, becsületes és jó kerület jövőjét veszélyeztesse. De vigyázzanak arra, hogy rosszolhatnak. Szerencsére van egy segítségünk. Hát hanyas a legjobb jegy még az iskolában is. Anyagit helyet kell keresni a polgármester jelöltek is. Ötös. Ha önök kitűnően akarnak szavazni, akkor tehát ne a múltra gondoljanak, hanem a jelenre és jövőre, és keressék azt a bizonyos ötös helyet.